keretén belül az első a két budapesti virtuális rendezvényből, hiszen nem tudunk a COVID körülményei között élőben rendezvényt tartani, tehát ezért online kellett ezt megszerveznünk. Ennek a mai beszélgetésnek a témája a történelmi visszatekintés a 30 évvel ezelőtti rendszerváltás időszakára, hogy hogyan éltük ezt meg itt Magyarországon, és hogyan viszonyultunk akkor Európához és a demokráciához. Három meghívott vendégünk közül elsőként Haraszti Miklóst szeretném bemutatni. Haraszti Miklós író, volt politikus, emberi jogi aktivista és egyetemi tanár. 1977-ben egyik megalapítója volt a Szamizdat mozgalomnak, később a Beszélő című Szamizdat folyóirat szerkesztője is volt. 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd a Szabad Demokraták Szövetségének is alapító tagja volt, és részt vett az ellenzéki kerekasztal megbeszéléseken. Az SZDSZ politikusaként 1990-ben lett az első szabadon választott magyar parlament képviselője. Később foglalkozott az EBSZ keretén belül a sajtószabadsággal, több országban vezetett választási megfigyelési missziót. 2012 és 18 között az ENSZ emberi jogokért felelős fehéroroszországi megbízottjaként tevékenykedett. Jelenleg a CEU Demokrácia Intézete Média, Adatok és Társadalom Központjának a munkatársa. Második előadónk Kovács Éva Judit, szociológus, emlékezetkutató, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Kutatásvezető emellett a Bécsi Wiesenthal Holokauszt Tanulmányi Intézetben, valamint a Budapesti Társadalomtudományi Központ Szociológiai Intézetének kutatási elnöke. Fő kutatási területei a társadalmi emlékezet és emlékezés, valamint a társadalomtudomány kvalitatív módszerei. Ő alapította a budapesti 20. század hangjai audiovizuális archívumot. Publikált 1989 társadalmi emlékezetéről, és ő szerkesztette az 56-os intézet Tükörszilánkok, Kádár korszakok a személyes emlékezetben című kiadványát. És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni Nick Thorpe-ot, díjnyertes újságíró, író, filmkészítő, a BBC budapesti tudósítója. Újságíróként és alkotóként szakterülete Kelet-Európa és a Balkán. 1986 óta él Budapesten, innen tudósított a kommunizmus bukásáról, Kelet-Európáról, egész Kelet-Európát lefedve, Jugoszlávia felbomlásáról, valamint a balkáni háborúkról is. Több dokumentumfilmet is rendezett, legutóbb 2020-ban a Duna árral szemben címmel, és három könyvet is írt, köztük egyet a beszélgetésünk témájában is, 89 a befejezetlen forradalom, hatalom és hatalom nélküliség Kelet-Európában címmel. Nick Thorpe nagyon jól megtanult magyarul, így vállalta, hogy magyarul vesz részt a beszélgetésben. Úgyhogy kezdenénk is a beszélgetést, és először szeretném felkérni meghívott vendégeinket, hogy egy bevezető hozzászólásban adjanak nekünk egy rövid 5-7 perces összefoglalót arról, hogy hogyan láttuk Magyarországon a demokrácia és az európai integráció megítélését, vagy az Európa megítélését Magyarországon a rendszerváltáskor. És először Haraszti Miklóst szeretném felkérni, aki akkor aktív ellenzéki politikusként részese volt az eseményekre. Ön hogyan emlékszik vissza erre az időszakra? A mikrofont, ha be tudja kapcsolni. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Természetes, és nem is várnak mást tőlem, mint hogy azt mondjam, hogy azok nagyon forró és kétségbe vonhatatlan optimizmus napjai voltak, amit az első szabad választáson a választók tulajdonképpen 95%-a osztott, hiszen függetlenül pártállástól talán a keményvonalas kommunista párt néhány százalékától eltekintve mindenki Európára és a demokráciára szavazott akkor, és a két fogalom teljesen azonos volt akkor. Tehát azt mondani, hogy Európába megyünk, azt jelentette, hogy a demokráciába megyünk. És
a demokrácia fogalma is egyértelmű volt akkor, mert egyértelműen a hivatalos magyar vonalon és néhány más közép-európai kormányvonalon és jó néhány nyugat-európai pártban egyaránt sokat szidalmazott liberális demokráciát jelentette, amelyen természetesen nem annyira gazdasági fogalmat értettünk, és nem is egy bizonyos párt jelszavát értettük rajta, hanem a hatalommegosztásnak, a jogállamnak, az örökké tartó politikai forgószínpadnak, a szabad választásnak, a humanizmusnak és az emberi jogoknak a világát értettük rajta. Lesz még bőven idő beszélni arról, hogy mi történt azóta, de jeleznem kell, hogy nem illúzióvesztés az, amiben ehhez képest ma élek és élünk. Részemről azt, hogy a volt kommunista civilizációnak ez a nyugati pereme, amelyhez Közép-Európa hozzátartozik, azért a liberális demokrácia terepe lesz, ebben nem adtam föl a reményemet, de az apály, használjuk ezt a tengeri fogalmat, az apály kétségtelen. És ha kell, szívesen összegyűjtöm a jeleket, a bizonyítékokat, a reményeket, hogy ez miért van így, de hát ugyanígy napestig tudnánk sorolni az apály bizonyítékait. Itt befejezem, nyilván kapunk majd kérdést arra, hogy miért következett be az apály, és részleteket is nyilván kérdez majd a moderátor arról, hogy miben hittünk akkor, és meddig jutottunk el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Miklósnak a bevezető hozzászólását, és akkor most Kovács Éva Judithoz szeretnék fordulni. Ön, mint szociológus és emlékezetkutató foglalkozott azzal, hogy a magyar társadalom hogyan élte meg ezt az időszakot. Összetudná számunkra foglalni ezt, hogy esetleg az emlékezetkutatás szempontjából megközelítve ezt az időszakot, hogyan lehetne ebbe betekintést adni? Nagyon szívesen, de én is szemtanú vagyok, tehát 82-ben kezdtem az egyetemet, és az időszaka lehet mondani, a felgyorsulása volt a politikai rendszerváltásnak. Tehát én már egy olyan környezetben szocializálódtam, ahol alapérték volt a demokrácia, a szabadság és a határoknak az átjárhatósága. Ez tényleg napról napra, hónapról hónapra nőtt és változott. Voltak persze nagyon szörnyű, hogy is mondjam, politikai visszacsapások, tüntetésekkor, egyetemi vitákon és egyebekben, de én azt értem meg, hogy van értelme annak, hogy szabadon megszólaljunk, hogy politikai véleményünket artikuláljuk, hogy másképp gondolkozzunk. És aztán 86-tól elég sokat kutattam terepen is, és ott is azt tapasztaltam, hogy meg hát én is jövök egy terepről, még hozzá Pécsről, tehát nem Budapesten kezdtem az életemet, és ott is azt láttam, hogy van egy ilyen egészen erős, szunnyadó kreativitás a társadalmilag, ami politikailag is artikulálódik, és igazából a beleszólás körül artikulálódik, tehát hogy az emberek szeretnének beleszólni a dolgaikba, az körülöttük levő dolgokba, és hogyha ezt Európához akarom kapcsolni, akkor nyilvánvaló, és ez nem laposít, a legfontosabb az, hogy legyen egy világútlevél, amivel el lehet hagyni az országot, és egyértelmű, hogy ennek van egy nagyon erős, vagy volt egy nagyon erős ilyen fogyasztás pótló, elhalasztott fogyasztásoknak a bepótlását szolgáló utazás is, hiszen utolsó november 7-énken azt hiszem 2 millióan voltak a Mária Hilferstrászén bevásárolni magyarok. De ne kicsinyeljük ezt le, mert ez nem csak erről szól, ez nem csak arról szól, hogy a hűtőt hozzuk be, hanem arról is szól, hogy valamilyen módon szimbolikusan visszahódítunk egy teret, amiről azt gondoljuk, hogy a miénk, ha megnézi az ember ezeket a választási programokat a 80-as évek végén, akkor ott két nagyon erős mozzanat van, ami most már sokkal kevésbé jelentős. Az egyik ez az európaiság deklarálása, ahogy Miklós mondta. A másik, ami szerintem borzasztóan érdekes és fontos, és talán majd
visszatérünk rá, és magyarázatot adhat arra, hogy miért van úgy, ahogy most van, az valamilyen módon a szabad emlékezés, vagy az emlékezés szabadságának a joga. És abban nagyon markánsan ugye legalább két olyan téma volt, ami szerintem az egész magyar társadalmat összehozta, megmozdította. Az egyik 1956 volt, tehát hogy ott alakuljon ki valamiféle olyan viszony, amiben arról lehet beszélni, hogy mi történt, és ugye hát ez nagyon szorosan kapcsolódott ahhoz a szabadságfogalomhoz, ami azzal gyakorlativá, hogy mindenki azt gondolta azért, hogy a szovjet seregeknek el kell hagyniuk az országot. Tehát, hogy körülbelül azt gondolom, hogy ezek voltak azok a sarkalatos pontok, amik mögött van egy sokkal mélyebb, hogy is mondjam, társadalomszerkezeti sajátosság is, amiről talán érdemes lesz majd beszélni. Csak azt szeretném kiemelni, hogy van egyfajta kreativitás, társadalmi kreativitás. Annak egészen csodálatos mozonatait láttuk a 80-as években, és a másik pedig, hogy valami történt ezzel a szabadsággal, vagy szabadságvágyal, amiről érdemes beszélgetni, mert hogy a sokkal jelentősebben, sokkal hétköznapiban volt jelen az életünkben, mint most, leszámítva akár a Covidot is. Köszönjük szépen, és most Nick Torp következik, aki abban a szerencsés helyzetben volt, hogy már 1986-ban Budapestre érkezett, tehát már pár évet itt töltött, amikor bekövetkezett a rendszerváltás. Hogyan emlékszik vissza egy külföldi szempontból, hogyan látta a magyarokat, hogyan viszonyultunk a demokráciához és Európához ebben az időszakban? Köszönöm. Igen, én nem ennyire a politikáról mondanám egy pár szó, hanem inkább az érzelmi oldalról a késő 80-as évek és a korai 90-es évekről. Volt egy barátnőm, akinek volt egy jelvénye, az volt írva rajta, ez 89 körül lehetett, hogy "Kiss me, I am Hungarian." És ezt önbízalom, ez a boldogság, ez a szabadság, ezt a jelvén nagyon visszaemlékszem, mint egy nagyon jelképes volt akkor. Szerintem azelőtt és azóta nem volt ez a boldogság Magyarországon, mint akkor, amikor mindenki úgy érezte, minden lehetőség, minden lehetséges. Emlékszem is, 90-ben, nem, szerintem 89-ben, az fontos különbség, a március 15-én, amikor mindenki nem tudta még mindig, mi lesz, bár nagy lendület volt az országban, és volt egy nagy tüntetés, mint mindig, vagy egy séta a városban, és hirtelen eltűnt a rendőrök, akik minden év addig, például az első éven Magyarországon 86-ban, ők verték az emberek a Lánchídon, és így tovább problémák okoztak mindenkinek. Nem tudom, elvitték akkor Miklóst, vagy más emberek akkor, de már 89-ben hirtelen eltűnt a rendőrök, és találkoztam véletlenül egy barátom a nagy tömegben, Kossuth téren, és kiabált nekem a fülemben, hogy képzeld el, senki nem lép a virágokra. Mert ott akkor a Kossuth téren volt még mindig olyan szép virágok mindenhol, március volt. És ezt a eufória, az a fő a dolog, ami visszaemlékszem, és hát lesz több időnk beszélni később, de meg egy nagyon személyes emlékem, hogy ma 93. Januárban született az első gyerekem, és otthon született, és 90 előtt az nem lehetett volna szabad, és úgy ez olyan fontos volt, ez nekem is jelképes volt, ez a lehetőség, hogy ez a forradalom, mert még mindig én tartom, hogy ami történt, akkor forradalom volt, az volt nem csak egy politikai rendszer ellen, hanem egy gondolkodási mód, hogy a hatalom, ez a szó, amit akkor nagyon sokat használtunk, és a hatalom nem csak jelentett
az egypártrendszer, hanem azt jelenthet az orvosok, az ügyvédek, az állam mindenfajta formában, és hirtelen az állampolgárok, és én már nem voltam magyar, most se vagyok magyar állampolgár, de mindenki, aki itt élt, érezte ez a lehetőség, hogy minden szabad. Ennyi most egyelőre. Nagyon köszönöm, és örülök, hogy említette ezt a forradalom szót, mert itt a program brüsszeli koordinátoraival volt egy kis hát vitánk, az túl sok, de ugye a projektben résztvevő országok forradalmairól beszéltek, és mi, legalábbis én magyarként, mi nem biztos, hogy ezt úgy éltük meg, mint egy forradalom. És ön is a könyvének azt a címet adta, hogy 89 a befejezetlen forradalom. Kifejteni, hogy mit értett ez alatt, és elmondaná, hogy mégis miért gondolja, hogy ez tényleg forradalom volt az emberek részéről? Hát olyan fontos volt az 56-nak a visszaemlékezés 89-ben, és nem csak 89-ben, hanem 86-tól. Mindenki most, ha visszaemlékeznek június 16-ig 89-ről, azért, mert Orbán Viktor még mindig közszereplő, mondjuk, az országban, mindenki visszaemlékszik az ő szavai. De azt, hogy már egy pár hónap azelőtt újra kellett fölásni Nagy Imre és a társai a keresztúri, a nagy budapesti temetőből, és hogy össze volt kötve a magyar történelemben nem csak 1848, hanem az összes forradalmak magyar történelemben, az összes nagy változások, és azt is 89 is egy nagy változás hozott, és is, ha nem volt olyan veres, nem volt egy népfelkelés, mint 56, nem volt, mint a román forradalom, vagy a prágai forradalom november 89-ben, meg is ez a, valahogy a nép akarat volt, és hirtelen eltűnt az MSZNP, a párt. És mindenki fölébredt, emlékszem, január 1-je 90-ben ez egy hétfői nap volt, és volt egy olyan érzés, hogy eltűnt a párt. A vörös csillagok leesték, elvitték, és senki nem tudta, mi lesz most. Azért használt a befejezetlen forradalom szó, mert pont amit a Miklós említett, azt, hogy mindenki érezt a 90-es évek elején, nem csak 90-ben, a 90-es évek elején, hogy most az emberi méltóságot, az emberjogok, hogy ezek mostantól kezdve nagyon fontos lesznek, hogy az állam kicsi lesz, az embereknek lesz lehetőségek tiltakozni, ha valaki akar levágni azt a fa, ami nő a lakás előtt, vagy tiltakozni, ha valaki akar egy vízlépcső, vagy egy atomerőmű építeni. Volt ez a gondolat. És én úgy azért írtam ezt a könyvet, és említettem az a befejezetben, mert én, és szerintem nagyon sok ember abban abban a reményben éltünk 90-es évek elején, hogy ezek az európai értékek, ez az emberjogi, ez a méltóság fog tartani, és fog valahogy teljesülni itt, hogy itt egy nagyon jó, Magyarország egy nagyon jó hely lesz, nagyon jó társadalom lesz együtt az európai országok. És ez nem csak Magyarországon, hanem ahogy a Miklós is mondta, az a tengeri szó, amit mindig elfelejtem, apály, vagy hogy elmegy azért, mert nincs magyar tenger. Apály akkor, és dagály, apály, igen. Igen, akkor igen. Az a apály sajnos nagyon történt azokkal a értékekkel, amit meg mindig úgy beszélünk, mint európai értékek. Köszönöm szépen, adott pár gondolatot szerintem Kovács Éva Juditnak, akitől azt szeretném megkérdezni, hogy önnek is fel szeretném tenni ugyanazt a kérdést, hogy
Ön hogy látja, hogy ez forradalom volt, és hogy milyen jellegű forradalom volt, és nyugodtan reflektálhat nyilván Nicknek a szavaira is? Én hajlok arra, hogy egyet értsek Nickkel, hogy ezt tekintetjük forradalomnak. Nagyon nehéz ez, ugye akkor kerül az ember először nehéz helyzetbe, amikor fordítani akar valamit, és angol vagy németül akarja ezt egy külföldi közönségnek elmondani, és ott azért általában oda konkludálunk, hogy a legegyszerűbb, ha forradalmat mondunk 89-re, minden más bonyolultabb, és körbe kell írni. Ami emögött ugye egy nehezebb ügy, ugye, hogy a forradalmak, azok olyan, hogy is mondjam, ilyen prezentális dolgok történnek egy-két hét alatt, vagy egy-két hónap alatt, egy-két év alatt. És akkor az, hogy utána milyen társadalom jön létre, vagy milyen politikai szisztéma, vagy milyen kulturális formák, mert azért, amiről Nick beszélt, abban nagyon sok kulturális, hogy is mondjam, keret van, az meg nem köthető eseményekhez. Tehát én is azt gondolom, hogy a 80-as évektől lényegében a 90-es évek elejéig voltak forradalmi mozzanatok. Ezt mutatják egyébként a kutatások is, hogy ezekre az emberek emlékeznek napra pontosan, ahogyan a Nick megmondják, hogy mikor, az milyen nap volt, ők hol voltak akkor, nem tudom mi. Tehát ez valamilyen módon érintette, lehet mondani, a magyar társadalmat. Az, hogy ebből milyen következtetéseket vonnak le, az messze nem attól függ, hogy ez a forradalom jó volt-e vagy rossz. Ez nagyon fontos szerintem látni, hogy a nem garantálja egy ilyen politikai pillanat azt, hogy az a jövő, vagy az a jövőbeli társadalom az tényleg jobban nézzen ki. Tehát igazából én azt tanultam meg az elmúlt 20 évben, vagy 30-ban most már, hogy nagyon keveset garantált az a pár év vagy pillanat, amiben azt lehetett gondolni, hogy máshogy fog történni, és sokkal erősebbek voltak azok a strukturális meghatározottságai Magyarországnak egyfelől, másfelől azok a politikai, lehet mondani, kényszerpályái a Kelet-Európának és a posztszocialista országnak másfelől, amiben egyre szűkebb játszó tereink lettek, hogy úgy mondjam, ha a szabadságról akarunk, vagy beleszólásról akarunk gondolkodni. Ne felejtsük el, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elejének volt egy külön nagy témája, ez az önkormányzatiság, és ahogyan a Nick is mondta, meg Miklós is, hogy minél kisebb állam, minél több önigazgatás, vagy önkormányzás, és hogyha látjuk azt, hogy mi történik mondjuk ebben a metszetében a dolgoknak, ott is azt látjuk, hogy egészen brutálisan csökkennek ezek a szabadságok, autonómiák, és ezzel együtt keletkezik valami másik szerkezet, ami viszont működteti ezt a társadalmat, csak nem feltétlenül a szabadság, vagy az európai értékek követésében. Úgyhogy én külön venném a forradalmat, nagyon vigyázok is erre a kis forradalmamra, mert minden héten megtámadja valaki, hogy nem is volt az. Én azt gondolom, hogy ez egy forradalom volt, legalábbis hát én, ahol voltam, ott forradalom volt. Ez viszont nem garantálta sajnos, bár én is azt hittem, nagyon sok mindent nem garantált az átmenetben, amiről azt hittük, hogy garantálni fogja. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel én is tudok azonosulni, hogy vártuk azt, hogy garantáljon nekünk valamit ez az időszak, és ezzel fordulok Miklóshoz, Haraszti Miklóshoz, aki már a 70-es évek végétől előkészítette ezt a folyamatot valamilyen módon a szamizdattal, egyéb ilyen ellenzéki alakulatok megalapításában aktív résztvevőként, hogy ön hogy látja ön ezt a forradalmi értékelést, hogy forradalom volt, vagy nem, vagy milyen szempontból volt esetleg az, ha igen. Abban az értelemben feltétlenül forradalom volt, hogy a szabadság rendszerét megalapozta, létre is hozta, és véleményem szerint annak ellenére, hogy a mai kormányzás számos eleme, az apálynak a számos eleme tartalmazza az elnyomást, szerintem végképpen és örökre létrehozta. Ugye a mai kormányzat részben
a 89-es újratemetés, Nagy Imre újratemetés idején mondott Orbán beszédet forradalmasítja, másrészt az egész korszakot és magát a rendszerváltás megállás nélkül a forradalom elmaradásaként gyalázza. Ez is összezavarja egy kicsit a köztudatot, de hát én ezt is csak ideiglenes átmeneti dolognak tartom. Alapjában véve a legitimációt tökéletesen megváltoztatta, ez lehet a forradalomnak egy definíciója, tökéletesen megváltoztatta a legitimációt, a népből jövővé változtatta a legitimáció fogalmát, és bevezette az európai demokráciák közé Magyarországot, amit később hivatalosította az atlanti és európai struktúrákhoz való csatlakozás. De én szeretnék rögtön itt három elemet említeni, konkretizálva azt, amit Éva mondott, hogy miért volt csak ideiglenes, a közérzülete mindenképpen ideiglenes, a szabadság állapotára nézve is ideiglenes ez a forradalmi hatás. Miért kell azt várnunk, hogy a most kezdődő időben jön majd vissza ennek a felismerése? Az egyik az, amit Kis János állapított meg egyszer egy esszéjében, hogy ellentétben még a többi közép-európai országgal is a méltóság közösen elfogadott forradalma, ez egy Bibó István kifejezés, az hiányzott. Tehát amit akkor előnynek gondoltunk, hogy a civil társadalom fejlettsége, a pártalakulatok fejlettsége miatt rögtön pluralizmusban indult a demokrácia annyira, hogy az első szabad választás már pártok egymás elleni harcát hozta, nem pedig, mint a többi közép-európai országban, egyszerűen az új és a régi harcát. És nem volt egyetlen egy megszentelt pillanata, amit Bibó nagyon fontosnak tartott minden forradalomban, a méltóság megszületésének, ami közös pillanata lett volna az egész magyar társadalomnak. Bizonyos értelemben az én pártom, a szabad demokraták kezdeményezték, és az akkor még három párt, a Fidesz, Kisgazdák és mások elfogadták, hogy még a közösen kialkudott szabadság kereteket se fogadjuk el teljesen, amíg nincs biztosítva, hogy a nép szabad választása lesz az első szabad választás. Ez volt ugye a négyigenes népszavazásnak a csatája. És az is elhomályosította tulajdonképpen ilyen értelemben a felszabadulásnak a közös pillanatát, és elvette. És ehhez még tartozik ugye az, hogy erről szívesen beszélnék majd később, hogy az alkotmány, amely kialakult, és az a választási rendszer, amely akkor kialakult, ezt a dolgot tulajdonképpen tovább homályosította. Az alkotmány, ugye amit akkor létrehoztak, formáját tekintve nem volt végleges, habár minden szavában demokratikus alkotmány volt, semmi nem volt benne, ami bármit őrzött volna a múltból, vagy valami új elnyomásra lehetőséget teremtett volna. Ezzel szemben ugye ezt formálisan is eltörölte a akkori idők után 20 évvel egy újabb egypárti alkotmány, és ez az alkotmány a preambulumában is megfosztja a demokratikus jellegtől azt az eredeti 89-90-es alkotmány. És ezek a mesterséges elemek, és mondom az átmenet zűrzavarában kimaradt nagy közös méltóság pillanat együttes hatására valószínűleg kevesebben érzik ma forradalomnak azt, ami történt, mint akkoriban, és ahogy az érzelmileg ígérte magát. Befejezném itt, szívesen majd még hozzáteszek. Köszönöm szépen. Most egy kicsit áttérve a demokrácia. Valaki le tudja némítani, bocsánat, a mikrofonját? Igen, aki. Tehát a demokrácia elképzelésekre visszatérve, most
Kicsit a sorrendet módosítva, Kovács Iva Judit már említette az előbb, hogy volt egy ilyen nagy várakozás, és hogy ugye forradalminak is tekinthető, meg volt egy ilyen, tehát hogy nem csak a bevásárló turizmus volt fontos, hanem egyfajta a nyugathoz való tartozás. Mennyire, hogyan látja ön, hogy milyen elképzeléseink voltak akkor a demokráciáról, hogy az európai alapértékek, hogy ezek miben állnak, hogy tudtuk ezt mi akkor egyáltalán? Én vagyok megkérdezve? Ja, biztos tudtuk ezt, mire tudtuk volna. Nincs olyan, hogy demokrácia, mindenkinek a saját fejében van egyfajta demokrácia elképzelés. Nagyon sok beszéd volt róla. Ha lehet mondani, ezerszer annyi beszéd volt róla, mint most, hogy mi az, hogy demokrácia, mik a demokratikus jogok, hogyan lehet abba, mi a részvétel, mi a legitimitás, hogy Miklós említette már. Tehát, hogy Európa sokkal jelentősebben benne volt a napi diskurzusokban, az is tény. Tehát, hogy tényleg az már szinte tényleg parodisztikusnak is mondható, de végül is mindent európainak szerettünk volna látni, tehát magunkat valamiféle európai keretben látni. Hát ez egy iszonyatos, hosszú elnyomás után ki szaladnak ezeken a szelepeken, ezek a jó, tehát ahogy a Nik is mondta, nagyon sok örömmel ezek az érzések, hogy most akkor végre, igen. A nagyon érdekes, hogy egyáltalán nem gondolta azt szerintem a magyar társadalom, hogy neki bármit be kell hoznia, és hogy az egy későbbi diskurzus, amiben valahogyan állandóan megy ez a nyomás, hogy hát nem vagyunk elég jók, és ez aztán tényleg minden szinten nem leszünk elég jók, emlékezetpolitikában se, oktatásban, semmiben nem leszünk elég jók, de azt már lehet, hogy nem furcsa most hallani, de a 80-as években azt gondolom, hogy Magyarország azt gondolta, vagy a magyar társadalom azt gondolta, hogy bizony mi elég jók vagyunk, csak itt vannak a nyakunkon az oroszok, de mi nagyon kreatívak vagyunk, és nagyon, nagyon demokraták vagyunk, abba születtünk, és mihelyt ez a rendszer megváltozik, akkor ez a társadalom is rögvest ugyanúgy fog kinézni, mint más nyugat-európai társadalmak. És ezt máig nem tudjuk, hogy hogy volt. Mert tényleg olyan hihetetlen erős politikai követelések jelentek meg rögtön az Európai Unió részéről is, hogy ebbe a térbe aztán újra belehelyezni Magyarországot, az nagyon-nagyon nehéz volt, és azt gondolom, hogy a magyar társadalom egy részének nagyon jelentős és permanens frusztrációval is járt. Tehát, hogy az az Európa, ami mondjuk a napi gyakorlatok Európája, tehát hogy hogyan működök én európai polgárként, az már egy sokkal-sokkal problémásabb dolog, mint ami korábban, hogy úgy mondjam, ebbe az imaginárius európai térben jelent meg. Erre gondoltál, Miklós? Adjunk lehetőséget Miklósnak, hogyha reagálna rá, nyugodtan. Csak a mikrofont, ha be tudnál kapcsolni. Találom, nem én kapcsolom ki, de nekem kell visszakapcsolni. Jóval, erre is természetesen, ha bár ezek a nehézségek és nyűglődések, ezek közösek, ahogy egy fiatal demokrácia első lépése is. Én azt gondolom, hogy most mondok egy hiperoptimista dolgot. Én egy kicsit beleolvasva a világtörténelembe azt látom, hogy a világtörténelem első demokráciái az első 30 évükben, most mondok olyat, ami nem hasonlít ránk, Amerika és Franciaország, mert más volt annak a demokráciának az elődje és ezzel ellenfele, de mondok olyat, ami hasonlít ránk, Németország, ahol egy totalitarizmus után lett demokrácia, tehát a híres weimari demokrácia. Mind a háromban a pártok, a politikai erők először azt tanulták meg, hogyan kell egymás ellen harcolni, és hogyan kell hatalmat szerezni, és azt, hogy konszenzus politika, hogy egy állandó, a nyúlt agyunkban egy állandó fogalom arról, hogy van közös nevezőnk, annak a kultiválása, annak az ápolása, a demokrácia hosszú távú érdekeinek a védelme, mindennapi cselekedeteink és kormányzati teendőink közepette.
ez később születik meg mindenütt. Tehát a demokráciának van gyermekbetegsége. Magyarországon speciális tényezők sietették ezt túl azokon a nehézségeken, amit Éva említett. Tehát említettem már, hogy nagyon-nagyon-nagyon elszúrtuk, elrontottuk a választási törvényt, ami kialakult. Az egy a politika színpad falán az alkotmányos diktatúra lehetősége egy olyan pisztoly, csehovi pisztoly a színpad falán, amihez csak el kell jönni egy vitéznek, aki leakasztja azt onnan és használatba veszi, és ez történt meg ugye később nem gondoskodtunk arról, hogy az alkotmány kizárja még az alkotmányos diktatúra lehetőségét is. A választójog túlzottan többségi lett, egy fiatal demokrácia ezt nem engedheti meg magának. Nick hazája, Nagy-Britannia megengedheti magának, Amerika megengedheti magának, de új demokráciák, amelyek természetes módon sokszínűek, ahol minden párt élni és létezni akar, ennek a sokszínűségnek a halála egy olyan választási rendszer, amely hatalomkoncentrációt hoz létre ahhoz, hogy hatalmat lehessen gyakorolni. És hasonlóképpen az alkotmány bemerevítésének, véglegesítésének az elmaradása egy óriási hiba volt a fiatal demokrácia részéről, amivel szintén aztán csak vissza kellett élni. Tehát sem a méltóságnak ez az ősi pillanata, hanem ahogy ugye Timothy Garton Ash mondta annak idején, hogy Lengyelországban 10 évig tartott a demokrácia megcsinálása a társadalom részéről, Magyarországon 10 hónapig, és aztán Németországban 10 hétig, és Csehszlovákiában 10 napig, és ugyanakkor mind a három ott Közép-Európában egy ilyen nagy csattanással történt, és megvolt a közös élmény, és nálunk ez nem volt meg. Szóval én azt gondolom, hogy Magyarországon különleges, de megtanulhatóan kiküszöbölhető elemek, amelyek a demokrácia helyrehozásakor élénken benne lesznek a kollektív tudatban, hozzájárultak ahhoz, hogy a csalódás nagyobb. Köszönöm szépen, és most Nickhez fordulok, aki hát meg is lett szólítva közben, de ön, mint kvázi kívülálló újságíró, hogy látta ezt, ugye a demokráciát akkor, és amiről már Éva és Miklós is beszélt, hogy utána, hogy alakult ez az elkövetkezendő pár évben, hogy ön ezt hogy ítélte meg akkor? Nem tudom, ha fogok tudni erre pontosan válaszolni. Én idézném egy példát nem Magyarországról, hanem Prágából, amikor a Báson forradalomban történt, a késő novemberi napokban, 89-ben, az egyetemistáknál volt, az egyik első lépésük volt, ott a prágai a Charles Károly Egyetemen diákjai, akik a pszichológiai tanszéknál tanulták, az volt, hogy létrehozták, már még mindig volt a hatalomban a párt, összehozták, amit Angliában úgy neveznénk, mint egy Citizens Advice Bureau. Egy olyan csoport diákok, akihez bármilyen állampolgár tud menni, kérni tanácsot, segítséget. Mert az nagyon hiányzott a kommunizmus alatt, hogy lenne valamilyen valami zóna, valami biztonságos zóna az állam és az emberek közt, ami később persze, mint civil szervezetek, vagy civil társadalomnak neveznék. És azt, ha nézek vissza azt 30 év múlva túl, ami még mindig gyenge ez a civil társadalom Magyarországon, és de miért van ez? Az egyik hiba, de kell végül is mondani, hogy kinek melyik hiba, mert az egész beszélgetésünk most lehetne egy nagy panasz, hogy mi nem sikerült, vagy mit nem teljesített, és nem szeretnék ezen a vonal menni, de én egy kicsit úgy éreztem akkor,
mondjam, hogy a pártok túl gyorsan azt gondolták, hogy az egypártrendszer ez egy torta, és egy igazi többpártrendszerben ennyi kell csinálni, hogy megosztani azt a hatalom, ez a befolyás, ami eddig volt az egypártnak, az új pártok közt, és minden rendben lesz. És elfelejtették, vagy nem tudták, hogy egy demokrácia nem arról szól, hogy van 4, 5, 10 párt, akik osztogatnak egymást közt mindent, amit régen az egypárt, hanem a pártok végül is ez egy necessary, a pártok lehet tekinteni, mint egy necessary evil, egy egész rossz. Igen, egészséges rossz végül is egy demokráciában, és nem arról szól, hanem azt, hogy az emberek tudnak befolyásolni a mindennapi életjük, és tudnak félelem nélkül élni, nem kell félni se a szomszédtól, se az államtól. És valahogy, nem tudom, ha ezzel sikerült válaszolni a kérdésre, vagy lehet, hogy felvettem új kérdések. Köszönöm szépen. Én ezt igen, és meg is kaptam, igen, hogy én azt gondolom, hogy ez a demokráciának ahhoz a gyermekbetegségéhez tartozik, amiről beszéltem. És ez megvolt minden közép-európai országban, és megvan minden új demokráciában, Mongóliától Afrikáig és Latin-Amerikáig, és a bonapartizmus, hogy egy nagyon konkrét magyar jelenséget említsek, elkerülhetetlen. Ugye, hogy a forradalom gyermeke a végén a fejébe csapja a császári sipkát, ugye ez a törekvés, ez benne van minden fiatal demokráciában, ez a hatalom megszerzésének a lehetősége szemben az öröklött renddel, ez az első jelentése a forradalomnak mindenütt. És a társadalom ehhez nem volt fölkészülve, erre gyenge volt. Ennek is van egy a gyermekbetegségekhez tartozó oka, tehát leküzdhető, tehát később gyógyuló oka. Nevezetesen felszívták a pártok a 80-as évek folyamán földgyűlemlet civil társadalmat. Egyszerűen a hatalom új gépezete, az önkormányzatok gépezete, hát és az ott adódó korrupciós osztozási, osztozkodási lehetőségek felszívták a civil társadalmat, eltart egy ideig, körülbelül egy emberöltőig, 30 évig, amíg a civil társadalom megint annyira föltöltődik, hogy képes az új öröklött rendet immár a megtanult demokrácia nevében levetni. Szeretném Évát is kérdezni, hogy ez a nagyon tetszik ez hatalomtorta. Nagyon érdekes ez, hogy mind a hárman más irányból látjuk ugyanazt, de ugyanazt, tényleg szó szerint ugyanazt, a Miklós most egy ilyen nagyon optimista pozícióból mondja, amit tiszteletre méltónak tartok. Én sokkal kevésbé vagyok optimista a szociológusként, nem állampolgárként. Állampolgárként én is mindig borzasztóan optimista vagyok. Szociológusként a következőt látom, hogy az, hogy mi hogy hogyan egyezünk meg, legyen az egy kis önkormányzat, vagy egy egyetemi diákkör, vagy bármi más. Abban ugye van legalább két utunk. Az egyik utunk az, hogy deliberatív módon megbeszéljük, vitatkozunk, mérlegelünk, és addig egyezkedünk, amíg egy olyan megoldást találunk, ami megfelelő, vagy el tudja legalábbis fogadni mindenki. Ez egy nagyon szép út egyébként, amikor ez sikerül, ez mindig nagyon jó. A másik út az ugye az, amikor megkeressük a patronusunkat, és megkeressük a klienseinket. És megkeressük ezt a szerkezetet, amiben garantáltak a privilégiumok, és az is garantált, hogy mi milyen privilégiumot tudunk adni.
Most én úgy látom, hogy az utóbbi, és nem csak én látom így, tehát hogyha megnézzük, hogy mondjuk a Kovács Imre miről ír az elmúlt 15 évben az a magyar agráriumban, akkor azt látjuk, hogy mintha a magyar társadalom visszahanyatlott volna valahova oda, ahol a két világháború között volt, vagy még hosszabban mondhatom, tehát 19. század, a modernizáció kezdetétől mondjuk a második világháborúig, hogy kacérkodik azzal, hogy modern legyen, meg szabad legyen, meg civil legyen, meg, tehát hogy ott van ez az erő is, de közben ott van ez a másik borzasztóan erős szerkezet, amiben nagyon könnyű patronusnak lenni, és nagyon-nagyon egyszerű kliensnek lenni, és akkor nem kell annyit egyeztetni. Akkor az egész demokratikus egyeztetési eljárásrendszer, amit olyan szépnek találok, és ami nagyon sok idővel jár sokszor, az nem szükséges. Akkor nagyon gyorsan lehet döntéseket hozni. Ezek persze, mondhatjuk úgy is, hogy szörnyű korrupt döntések, és megmérgezik a résztvevőket, mert olyan társadalmi szerkezeteket építenek, amiben nem jó lenni, és egyre kreatívabban kell ezeket az erőforrásokat is használni, mert azért mindig szeretne valaki belépni a patronusi körbe, meg mindig szeretne valaki még egy klienset, de hogy én úgy látom, hogy inkább az van most, hogy átálltunk el, hogy ezt ismerjük, ezt látjuk, ezt tudjuk, lényegében be kell állnunk ebbe a szerkezetbe, és akkor békén vagyunk hagyva. Akkor nem piszkál bennünket a polgármester, akkor nem nyomaszt bennünket a polgárőr, akkor, tehát ha akkor, akkor megint van szabadság, és ugye ez egy nagyon-nagyon paradox szabadság, mert ez csak a miénk. Ez ugye mindig úgy van valahogy, hogy elvesztük mástól, mert privilégium. És nem úgy van, hogy megbeszéltük, hogy ez a mi közösen definiált szabadságunk. Úgyhogy én ebben nem vagyok optimista. Felteszem, hogyha más egy politikai szisztéma, vagy máshogy működik a napi politika, abban viszonylag gyorsan egy társadalom elkezd működni deliberatív módon. De hogy most nem úgy működik, az egészen biztos. A Miklós szeretne reagálni esetleg? Meg Nick is. Jó, akkor... Nagyon röviden. Nem akarok bármi áron optimista lenni, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy az is a gyermekbetegségekhez tartozik, hogy amit ugye a tudománya, az Éva tudománya úgy nevez, hogy path dependent, tehát egy anélkül, hogy Huntingtoni kulturálisan meghatározott pályákat tételeznénk föl, amelyeken nem tud változtatni egy társadalom, azt gondolhatjuk, hogy a diktatúrák jellegének, a hosszú diktatúrák jellegének, amelyek megelőzték ezt, van egy ilyen hatása, könnyebb akkor visszaesni ezekbe a magatartás formákba, és ez itt az optimizmus mondata, ha nincs olyan kormányzati szándék, amelyik az utolsó jogszabályig és az utolsó gazdasági momentumig és mindent alávet annak, hogy ezt újraalkossa. Kettő, ha az alkotmányos és egyéb keretjogszabályok garanciák tudatban tartják ezt a veszélyt, és ezért megnehezítik az ilyen kormányzati szándékot. Nota bene, mint az nyugaton történik, esetleg olyan fokig megakadályozzák, hogy nincs is olyan politikai erő, melynek ez eszébe jutna, hogy elindíthatná ezen a visszaúton a társadalmat. És attól nyugati egy társadalom minősége, hogy ezen a válságon egyszer keresztül ment, saját erőből, végre egyszer a történelmében saját erőből le tudta ezt küzdeni, nem külföld, nem meg elvesztett háború nyomán, vagy nem külföldi invázió nyomán, vagy egy impérium részeként, hanem saját erőből ezt az autokratikus vonzást, ezt az autokratikus hajlamot fölismeri, leküzdi, nem hagyja ezt a krízist elveszni, ugye, és beépíti a jogrendszerébe. Mindig újra jön a csábítás, de attól nyugati egy társadalom minősége, hogy föl van készülve erre a csábítás. Köszönöm szépen, és Nick is szeretett volna ehhez hozzászólni, akkor megadnám a szót.
Igen, csak egy rövid mondat, amikor az Éva most beszélt, jutott eszembe Hankis Elemér, és egy idézet tőle, mint szociológus, hogy 89-ben túl nagy volt a tét. Meg lett döntve egy pár év alatt, ki lesz a gazdag, ki lesz a szegény, kinek lesz hatalom, kinek nem lesz hatalom. És mert túl nagy volt a tét, mindenki pánikolt, és fordult egymás ellen. És valahogy ezt szerintem sokat mond, az, amit azután történt. Talán, igen, talán úgy kellett lenni, csak ezt, hogy túl nagy volt a tét, azt lehet érteni, hogy milyen gyorsan fordult a kocka, és milyen gyorsan történt, milyen gyorsított történelem éltünk át akkor. Köszönöm szépen. Most egy kicsit optimistább vizekre evezvén, ugye a projektünknek az egyik fő célcsoportja a fiatalok, és ezt a projektet mi a Jeff-fel, a fiatal föderalistákkal közösen szerveztük, és Balázsnak átadnám a kérdés jogát egy kör erejéig mindenképpen, és addig is csak jelezném a résztvevőknek, hogyha bárki szeretne kérdezni, akkor a chatben lehet írásban kérdezni, és akkor most Balázs kérdez. Köszönöm szépen, Eszter, köszönöm a szót. Én azokhoz is szólnék, akik Facebookon követnek minket, hogy Facebookon is kommentben lehet kérdezni a panelistákról, azokat is látjuk, szóval nyugodtan. És ahogy Eszter is említette, alapvetően ennek az eseménynek az is lenne a célja, hogy megismertessük ezt a korszakot az ifjúsággal, és picit összehozzuk, összehasonlítsuk az akkori ifjúságot a mostanival. 1988-ban Nick Thorpe készített egy filmet a fiatal magyarokról, akit ez a film esetleg érdekel, az megtalálja az Európai Föderalisták Uniójának a Facebook oldalán. Azt gondolom, hogy érdekes lehet összehasonlítani 32 év elteltével ezt a riportot a mai magyar fiatalokkal. Tehát az első kérdésem ilyen szempontból Mr. Thorpe-hoz lenne. Ön hogy gondolja, hogyan változott a fiatalok attitűdje a közélet felé? Hogyan változott a személyiségük? Az egyik részében a videónak felteszi azt a kérdést az egyik interjú alanytól, hogy szabadnak érzi-e magát. Vajon most 2021-ben szabadabbnak érzik magukat a magyar fiatalok, mint akkor? És hogyan lehet igazából összehasonlítani az akkori fiatalság szerepét a mostanival? Igen, köszönöm Balázs a kérdést. Kicsit nehéz válaszolni a magyar fiatalokról manapság, mert ezt a szörnyű COVID árnyékában élünk, és ennyivel ezt valahogy befolyásol ez a szabadságérzés, főleg a fiataloknak, akik szerintem mindenki kezdett sajnálni az öregek. Én legjobban sajnálom a fiatalok most a COVID miatt, mert nem tudnak szabadon utazni, egymással lenni, mindent csinálni, amit úgy nőtték föl, hogy ez most szabad, bármilyen problémák vannak az országban, minden szempontból, ez még mindig ez egy nagyon jó ország szerintem fiataloknak. Úgy most, ma, mint 89-ben, vagy 88-ban. Hát nem tudom, volt egy előny a 80-as évek végén a fiataloknak, hogy volt egy apadó hatalom, és a fiatalok, akiknek nagyon fontos a szabadság, ők valahogy érezhették, hogy nincs, nem kell elmenni az országból. Persze nagyon jó, hogy van ez a lehetőség, de úgy, ahogy mondták nekem ebben a filmben 80-80, az emberek akarták utazni Nyugat-Európában, de nagyon kevesen mondták nekem, hogy akarnak költözni Nyugat-Európába. Most vannak osztályok, 18 éves érettségiek, ahol
a fél osztály, vagy háromnegyed osztály akar nyugatra menni, és talán nem jönni, nem visszajönni. Akkor, de nagyon nehéz egy pár mondatban összefoglalni, hogy nem tudom, nekem 5 fiam van, egyik szabadabb, mint a másik, és szerintem a szabadság vágy az nem nagyon változott. 68-tól, 89-tól 2021-ig ez a szabadság vágy, és nagyon irigyelem nekik, nektek ezt. Köszönjük szépen, reméljük, hogy ez akkor így is marad. Még itt a témában maradva Kovács Éva Judittól kérdezném, hogy említette, hogy akkor abban az időszakban a rendszerváltás környékén napi szinten téma volt a demokrácia, hogy mi alapvetően milyen demokráciát szeretnénk építeni. Én úgy érzem, hogy ez a mostani közbeszédből ez elég erőteljesen kiveszett, és szerintem ez komoly probléma. Mik azok az új trendek az ifjúságnál, és hogyan változott az, hogy mit jelent nekik a demokrácia akkor és most? Mennyire lehet bennük az európai polgárság például, mint egy ilyen visszatérő téma? Nem vagyok ifjúságkutató, és hát erről azért vannak nagyon jó európai felvételek is, tehát az Eurostat is, és minden más rendszeresen nézi azt, hogy az európai fiatalság hogy érzi magát, és mennyire erős politikai ágens, hiszen hát a legfontosabb választói rétegről is beszélünk, ha a jövő fele nézünk. Én igazából azt látom, hogy nekünk könnyebb volt abból a szempontból a helyzetünk, én mondom, 80-as években jártam egyetemre, hogy ugye elég világos, nem mondom azt, hogy ilyen single issue volt a politikai élet, de azért áttekinthetőbb. Most az önök nemzedékének nagyon-nagyon sok globális témája van, amiben ráadásul ott van ez, amit úgy hívnak, ugye, hogy angolul, hogy implicated, tehát hogy mennyire, tehát hogy nézzük a televízióban a globális felmelegedéstől a genocidiumokig, tehát a népirtásokig napi szinten kapjuk a híreket, és ugye egy tisztességes, hogy is mondjam, mentális állapotban levő ember is azért el gondolkodik azon, hogy mit tud ő ezzel csinálni. Hol vannak az agenciának a lehetőségei. És szerintem az nekünk nem volt még ennyire világos, vagy nem látszott ennyire. El voltunk foglalva a magyar politikai rendszerváltással. És most azt mondom, hogy az igazi nagy teher a mostani fiatalokon, nekem is vannak gyerekeim, hogy valahogyan ezeket a prioritásokat magának legalább definiálja. Hogy ne legyen béna, idézőjelben mondom, béna kacsa. Tehát, hogy ne nyomja agyon az a fajta mennyiségű szörnyűség, ami a médiából folyik, és tény, tehát nem a fake newsról beszélek, hogy találjon benne magának egy politikai agenciát, hogy tudja azt, hogy ő neki mi a fontos, hol tud ő hatékony lenni, hol tud ő önmagával identikusan működni. Szerintem ebben sokkal nehezebb az európai fiataloknak a világban, mindenhol. Másrészt meg viszont hát azért az európai szinten egy olyan szabadságról beszélhetünk, ami akkor meg nem volt. Tehát az, hogy véleményt cserélni, hogy tapasztalatokat cserélni, hogy hasonló élethelyzetben, politikai irányzatban levő társakat találni, akár európai szinten is, vagy világszinten, sokkal-sokkal könnyebb. Tehát, hogy abban meg azt gondolom, hogy van egy olyan közösség, ha az virtuális is, ami, és tudás, ha csak online elérhetően is, ami meg számunkra elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy könyvtárban ültünk, és újságot olvastunk. Tehát, hogy én szerintem ilyen nagyon ambivalens, de mondom, a legnagyobb bajnak ezt látom, ezt az implicated subject problémát, tehát, hogy hol vagyok már tettes. Ugye most ilyen a tök banális dolgokat mondok, amikor kidobom hova dobom a műanyag, veszek-e egyáltalán műanyag csomagolású élelmiszert. Ezek szörnyű kérdések, mert elvileg naponta kell vele órákat foglalkozni.
és önmagunkról valamilyen ítéletet volt. Na, ez nem volt, ez abban a nemzedékben nem volt. Most lényegében ez a politikai állásfoglalásokkal jobban szétterül a mindennapokra egy önmagáról felelősen gondolkodó fiatalnál, szerintem. Tehát ez egy nagy különbség. Egész köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek, és a mai fiatalság egészen nehéznek találhatja, hogy elnavigálja magát ebben az óriási árban, amiben tényleg vannak valódi hírek tényerővel, és azok az álhírek, amikkel meg igazából nem nagyon tud mit csinálni, olyan globális témák és problémákkal nézünk szembe, amik tényleg még nem voltak talán akkor az előző időszakban. És talán ez azt is eredményezheti, hogy a döntéshozásban komolyabb szerepe kell, hogy legyen a fiatalságnak is. És itt térnék át egy picit Haraszti Miklóshoz. A fiatal értelmiségnek azt gondolom, hogy és az egyetemistáknak óriási szerepe volt a 89-91-es folyamatokban. Nem egy videót láttunk a fiatal Szájérről és Orbánról, hogy ezekről a témákról beszélnek. Mennyire értékelődött át a fiatalság szerepe és részvétele a politikában, mind európai szinten, mind itt magyar szinten? Mert azt gondolom, hogy szükség lenne mind a magyar demokráciának, mind a magyar társadalomnak egy olyan impulzusra a fiatalság részéről, ami már régóta nincs meg. Hát ez a kérdéskör szinte azonos a civil társadalom hiányának a problémájával, vagy a gyengeségének a problémájával. Forradalmat mindig mindenhol a fiatalok csinálnak. És hát az az igazság, hogyha megnézem a múlt esztendőnek a pozitív híreit, azon a felemásan jó híren kívül, hogy az ellenzéki pártok végre fölismerték, hogy a mesterségesen kreált választási rendszerhez úgy kell fölnőni, hogy összefognak egymással, és egy pillanatra eltekintenek a természetes politikai darvinizmustól, és két pártrendszert játszanak ahhoz, hogy vissza tudják hozni a demokráciát. Azért mondom, felemásan jó hír, mert még mindig nem eléggé csinálják. Ez csak egy aside. De az igazán jó két hír az olyan jellegű politikai magatartás volt, amilyen a lengyel vagy a magyar demokratikus ellenzék magatartása volt a régi rendszerben, az Index fiatal újságíróinak a lázadása, és a Színművészeti Egyetem fiataljainak a lázadása, amelyet az Évának a civil társadalomról, meg Nicknek a civil társadalomról mondott látlelete alapján rögtön láthatjuk, hogy nem találtak követőre, nem szubszumálódott, nem keletkeztek civil társadalmi szövetségek, az ellenzéki pártok még mindig nem kellő összefogásának, a még mindig nem kellő intézményesedése megakadályozza, hogy legyen a politikában egy olyan összefogott ágens, amelyhez fordulhatnak a civil társadalom ágensei, a fiatalok, az érdekvédelmi szervezetek, a szakszervezetek, az egyházak, a külföld. Ezek nem tudnak hova menni, mert ezek a pártok ugyan deklarálták, hogy majd összefognak, de ez még mindig odébb van. Tehát nincs, ahogy a Fidesz, amikor hatalomra került a 2010 előtti 8 évben, semmi mással nem foglalkozott, mint hogy egy ilyen társadalmi szövetségkötése alkalmas politikai erőt kidolgozzon. Tehát ez még mindig hiányzik. Tehát egyelőre politikai gátjai vannak ennek, de mindenképpen a fiataloké lesz a főszerep, és talán reménykedni lehet abban, hogy a visszajött fiataloké. Biztos sokan fognak külföldön maradni, de ezek egy világlátott és egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen nemzeti humbuggal már nem igazán megetethető nemzedék lesznek, amelyik tudni fogja, hogy ugyan itt van ez a kis nehézség, hogy demokráciát tényleg csak nemzeti keretben lehet szervezni, de ezt világlátott értékek és tudások alapján fogja megszervezni. Külföldről hazajött fiatalként teljes mértékben egyetértek, és köszönöm a válaszokat, Eszter, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Balázs.
És most én szeretnék még egy záró kérdést feltenni, de közben a hallgatóságnak szeretném jelezni, hogy lehet kérdéseket írásban feltenni Balázsnak címezve. És az utolsó kérdésem az, hogy ennek a projektnek az a mozgató rugója, vagy a központi témája az, hogy ugye a 30 évvel ezelőtti eseményekre visszatekintve ezekből meríthetünk inspirációt a demokrácia aktuális kihívásaival kapcsolatosan. És most először mikhez fordulnék, ugye neki egy kicsit nehezebb, ugye egy picit nem magyar, de már nagyon régóta él itt, hogy hogyan látja ön a Magyarországot, a magyar társadalmat, hogy vissza tud még nyúlni ehhez az örökséghez, ami már a mai fiatalok számára történelmi időtáblatba került szinte? Szerintem persze. És az persze volt egy bizonyos naivitás mindenkitől a 90-es évek elején, és az előny a fiataloknak bármilyen korszakban, hogy tudnak naív lenni, mert kevés tapasztaluk van a világból, meg is van egy energiája, egy kreativitás, ami mindig ott van. Amikor például a Momentumnak volt ez szervezték az a petíció az olimpia ellen, amikor én először azt láttam ezt amit próbáltak csinálni, azt gondoltam, hogy ez egy öngyilkos próbálkozás, mert a magyarok nagyon szeretik a sportot, nagyon büszkék az olimpiai bajnokok, és így. És nagyon csodálkoztam, hogy milyen sikeres volt ezt. Amikor külföldön az ember tekintette a Greta Thunberg, mint 15, azt hiszem akkor később 16 éves kislány, aki ült egy svéd parlament előtt, amik nem figyelték rá, és azt, ha beszélünk a mai eszközök közt, a médiával, ezt a egy tekintés nem is volt egy bizonyos, a legerősebb dolog, amit a Greta Thunberg csinált, volt ez a média szempontból volt ez egyszer, ahogy nézett a Donald Trumpra. Nem is amit mondott, hanem azt a kép, amikor ő dühösen néz az amerikai elnökre, milyen hatalmas volt ez. És akkor szerintem még mindig van ez a lehetőség a fiataloknak változtatni a világot, ami végül is az övé, és nem a miénk. Köszönöm szépen, és most nem tudom, hogy Éva vagy Miklós szeretne válaszolni, esetleg el a kérdés, hogy mennyiben tudunk inspirációt meríteni a 30 évvel ezelőtti folyamatból. Évát látom, hogy ő már visszajött, akkor átadnám a szót. Azt nem tudom, hogy mennyire volt az inspiráló, hiszen most nem egy olyan elnyomás van. Tehát azokat a skilleket persze nem lehet egy az egybe applikálni, de nagyon sokat tüntettünk. Tehát hogy azért az nagyon furcsa nekem most, hogy ennyire ritkán megy ki az ifjúság a saját érdekeiben is tüntetni. Az számunkra azért elképzelhetetlen lett volna, pedig hát tényleg mi az arcunkkal tüntettünk még, mert annyira kevesen voltunk, Miklósék pláne, tehát hogy nem lehetett igazából elbújni a tömegbe. Tehát az nekem egy kicsit furcsa, hogy most sokkal kevésbé lehet mobilizálni a fiatalokat, de arról akartam egy pár szót mondani, hogy tehát ez hogy azért azt ne felejtsük el, hogy vannak nagyon súlyos egyenlőtlenségek továbbra is, és hogy amikor fiatalokról beszélünk, és Magyarországot elhagyó fiatalokról, azoknak egy komoly része fizikai munkát végez Nyugat-Európában. Sokszor egészen megalázó önmagához, vagy a képzettségéhez képest megalázó munkákat, és nem nagyon lehet meglepődni azon, hogy amikor hazajön, akkor nem feltétlenül a demokráciának a harcosaként képzeli el magát. Tehát, hogy én most azért elég sokat terepezek kényszerből ilyen terekben, tehát a Covid kényszerből, és azt látom, hogy az hogy önmagában az, hogy megjárja az ember a világot, attól nem lesz nagyobb demokrata. Hogyha ott nem lesz méltó módon megszólítva, hogyha ott nem kell olyan helyzetben, ahol maga tárgyalhatja meg a dolgait, vagy legalábbis van egy
hogy is mondjam, demokratikus tér, amiben ő megszólalhat, felléphet, stb. Ha ott állandóan, frusztráltan kell, hogy mozogjon, akkor igazából még ezt a frusztrációt is hazahozza. És teljesen szélsőséges példákat tudok erre, nem is akarok igazából hosszan erről beszélni. Csak azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon széles ez a mező, érdemes ezen gondolkoznotok fiataloknak, hogy ezzel mit lehet kezdeni. És ugye van ez a másik nagyon széles, egyre szélesedő, és pont az Orbán-féle oktatáspolitika miatt brutálisan szélesedő olló, hogy sorra termelődik egy olyan fiatal réteg, akiknek már nem jut rendes iskoláztatás, nem dolgoztak már a szüleik sem, a nagyszülőknek a nyugdíjából működtetik valahogy ezeket a három generációs családokat, nem feltétlenül romák, de hogy van egy olyan fiatalság, amelyik meg nem is azt mondom, hogy a 90-es szocializációhoz képest, hanem mondjuk az 1920-as szocializációhoz képest kell gondolkodnunk róla. 90-ben ez a helyzet nem volt. Tehát az a fajta társadalmi egyenlőtlenség, amiben most élünk, az még szerintem tényleg a 20-as évek előtt volt utoljára. Úgyhogy az megint egy olyan kihívás a fiatalok számára, a fiatal nemzedékek számára, amire nem, én nem tudok orvosságot, mert életemben nem láttam. Tehát meg vagyok döbbenve, hogy néz ez most ki Magyarországon, mert én nem egy ilyenben nőttem még föl. Úgyhogy ezek nagyon új dolgok szintén, tehát én inkább azt mondom, hogy sokkal nehezebb valószínűleg a fiatal nemzedéknek most ebben a politikailag artikulálni magát, és lehet, hogy ezért is van az, amit a Miklós mondott, hogy nehéz ezt a civil társadalmat most újraépíteni, mert szét van tagolva, mert tükörszilánkos, mert veszélyes, és mert nem is jól lehet egyensúlyozni a prioritások között. Köszönöm szépen, hát ez az egyenlőtlenség, az gyóló szétnyílása, ez nyilván az elmúlt 30 évnek valahol az eredménye, de az legutóbbi időben tényleg nagyon-nagyon felgyorsult, vagy kinyílt ez az olló. Miklósnak szeretném megadni a szót, hogy ő hogy gondolkodik erről az inspirációs lehetőségről, hogy tudunk-e inspirációt meríteni a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásból. Hát inspirációt nem igen, de tanulságokat talán lehet. Azok eléggé absztraktak, amik eszembe jutnak, és ezért nem mindennapi élményszerűen, nem mindennapi élmény formájában csapódnak le, mondjuk például a fiatalok, esetleg a változtatást akaró fiatalok vagy felnőttek számára, inkább a változtatást majdan, a tanulságok levonását majdan elvégző politikai elit számára. Nem csak önzésből, nem vagyok híve annak, amit Nick is megpróbált elkerülni, hogy felelősöket keressünk, a hibásokat keressünk azért, ami történt, mert szerintem nem is így van, hanem tényleg strukturálisak, meg gyermekbetegségszerűek, meg általánosak, univerzálisak. Ezek a problémák Magyarországon, ami speciális volt, ezt már megemlítettem, feltétlenül ki kell majd vasalni a választási rendszer. Egy új demokráciában, ahol társadalmi sokszínűség van, ahol zöldtől hagyományosig, jobbtól balig, liberálistól konzervatívig mindenféle van, és szociológiailag is mindenféle, különösen most már hogy széthúzott olló mentén nagyon eltérő szegény gazdag különbségek is vannak, ott ugye borzasztó fontos, hogy ne többségista, majoritáriánus, aránytalan választási rendszer legyen, hanem a parlamentben jelenjenek meg a nép politikai véleményének a valós arányai, és ilyen módon még a vállalva azt a nehézséget is, hogy könnyen bomlik a kormány, mert mindig koalíciós, és nehezen alakul meg a kormány, mert mindig koalíciós, ezt a nehézséget is vállalva
könnyebben kijavíthatók a demokrácia hibái, és ugyanakkor kötelezőbb demokratának lenni. Ez egy nagyon fontos tanulság. Ha ez nem megy át az új politikai elitbe, akkor nagy baj van. És hasonló az, hogy be kell fixálni, be kell merevíteni. Viszonylag nagyon nehezen megváltoztathatóvá kell tenni az alkotmányt, miután új, jobb garanciákkal látták el. Enélkül, tehát ezzel a mesterségesen utólag megteremtett közös méltóság pillanat nélkül és garancia rendszer nélkül szintén nagyon nehéz lesz kikászálódni. Különösen ezeket a nehézségeket látva, amikor Éva nagyon szépen beszélt a szociális nehézségeket látva, és hát hozzátenném ugye a modern médiarendszer nehézségeit. Nagyon szép ez a tükörszilánkos nyilvánosság, hogy nem is egyszerűen tükörszobában vannak az emberek, nem is egyszerűen buborékban vannak, hanem csak kicsit tükörszilánkokból fölépített ilyen elszigetelő nyilvánosság kunyhókban, és ezért is nagyon nehéz ezt összefogni és politikai erővé változtatni. Ugyanakkor természetesen a modern tömegkommunikációnak van egy könnyített mozgósítási potenciája a régihez képest. Tehát régen a tüntetés volt az, ami most mondjuk a Facebook, és hogyha egy irányba mennek ezek a politikai tapasztalatok, és az a demokrácia újjáépítése felé megy az az irány, akkor ez könnyítés is egyúttal. Szóval minden más, teljesen negatív vagyok azzal kapcsolatban, hogy a fiatalokat rá lehet beszélni arra, hogy 89-re figyeljenek vissza. Teljesen reménytelen vállalkozás, nincs is rá szükség. Szép elég munka lesz, hogy a történelem emlékezetét rendbe rakjuk, és a történelem hamisítást kiküszöböljük, és akkor legalább, ha már egyszer tanulnak történelmet, legalább nem marhaságokat tanulnak, de maguknak kell ezt megcsinálniuk majd, és talán ennek a régi nemzedéknek, amelyik egyszer azért mégiscsak demokráciát teremtett, és élni tudott a világpolitikai lehetőséggel, ennek ez lesz a feladata, hogy ezeket a minimális, némileg absztrakt tanulságokat meggyökeresítse a kollektív tudatban. Köszönöm szépen, és akkor átadom megint Balázsnak a szót, hogy egy-két kérdést, ami közönségből jött, akár a regisztráció során, akár most, hogy feltegyen rövid válaszokra, mert már fogy az időnk. Köszönöm. Igen, érkeztek hozzánk kérdések. Dérer Miklós kérdésével kezdeném az elején. Mennyiben léphet túl egy ország a történelmén? Mennyiben lehet elszakadni a múlt mentalitásaitól, beidegződéseitől önök szerint? És igazából ezek nyitva állnak mindhármójuknak megválaszolásra. Gyorsan válaszolok, bármennyire és semennyire. Tehát bármennyire, hiszen erre is látunk példákat, tehát nem tudom, mondjuk Szlovákiában nincsen kötelező történelmoktatása a gimnáziumokban, mert úgy ítélték meg, hogy erre már ott nincsen szükség, mert nem a történelmi oktatásból származtathatóak azok az állampolgári skillek, amikre szükség van. Magyarországon látjuk, hogy lényegében beleszaladtunk egy olyan helyzetbe, amiben minden forradalmi hagyományunkat most éppen elfelejtjük, és igazából csak a nemzeti múltunkon keresztül tudjuk magunkat értelmezni a napi európai térben. Ez egy ilyen ing. Másútt is, hát Amerikában most ugye egy óriási mozgalom van, ez a redress mozgalom, amiben a korai rabszolgatartás és a nétívek elnyomása helyszíneit tárják föl, és teszik föl egy óriási térképre, és próbálják meg valamilyen módon magukat elhelyezni abban a viszonyban, amiben az a tér, amiben vannak, az valaki előtte volt, aki elpusztult, vagy elkivégezték.
Ez nem volt, tehát sok száz évig, tehát hogy azt mondta az ember, hogy ez már nem feltétlenül kell, hogy előjöjjön, és hát most ugye a Black Lives Matter és millió más mozdulatból látjuk, hogy fejre tud állítani egy egész társadalmat, és újra gondolják a történelmüket, nem feltétlenül rossz. Ugye mindig az a kérdés, hogy egy ilyen történelmi trauma az mennyibe progresszív, tehát hogy mennyibe tud egy társadalom arra pozitív programot vagy pozitív jövőképet építeni. Az amerikaiak egyszerűen ezt megcsinálták egyébként a holokauszt emlékezetével, tehát nem véletlenül ott kezdődött ez, és abból létrejött valamiféle ilyen a jog a demokratikus emlékezésre. A németek. Igazából az amerikaiak kezdték. A németek az más, hát hogy tettesek máshol nyúlnak a dolgokhoz, de ott is, igen, tehát tettesként is, de pont azt, amit a Miklós mondott, mi történt a 60-as évek végén, a németek nagyon komolyan szembenéztek, és tényleg véres vitákról beszélünk itt, és akár mondhatjuk úgy, ugye, hogy tüntetésekről, családok esnek szét, és vesznek össze szülők gyerekekkel. Tehát szembenéznek egyszer a náci múlttal. De ez nem ad garanciát arra, hogy a következő nemzedéknek könnyebb legyen. Tehát, hogy a következő nemzedék, ahogy Miklós is mondta, annak is megvan a maga baja, vagy agendája. Tehát mi hiába váltottunk rendszert, én mondjuk nem, csak úgy mondom, tehát az én nemzedékem hiába csinálja meg a rendszerváltást, az nem garancia arra, hogy az unokám is még ezen szörföljön. Hanem nyilván vagy minden nemzedéknek a saját viszonyát valahogyan ki kell alakítsa ehhez, és abban valami olyan jövőképet kidolgozni, ami attraktív neki. És azt nem tudták, ugye, tehát a németeknél is most egészen drámai a politikai helyzet, nagyon erős a szélsőjobb, jelentős náci formációk vannak már egészen közel a mainstreamhez, és az Egyesült Államoknak az elmúlt 4 évét is elég jól tudtuk követni. Tehát, hogy nincs garancia, tehát az előző nemzedék elvégzi magának, lehet így mondani. Valami csomagot készít a következő nemzedéknek, de a következő nemzedéknek magának kell valamilyen módon megtalálnia újra a legfontosabb pontokat. Tehát ebben az értelemben igen, van történelem mindig. Tehát, hogy van valamilyen történelmi emlékezet, mert azzal lesz társadalmi identitás, vagy kollektív identitás. Köszönöm szépen. Érkeztek még hozzánk kérdések, viszont előtte szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk a visszajelzésekre, és van egy feedback formunk, amit nagyon örülnénk, hogyha minél többen ki tudnának tölteni. Ezt ide a chatben belinkeltem, ezt ki tudja mindenki majd tölteni. És a következő kérdéssel megyünk is tovább. Látva a társadalom polarizációját, mind most a Kapitólium ostromára visszavezetve, mind itt Magyarországon. A következő kérdés azt taglalja, hogy feltétele-e az újabb rendszerváltás a hazai demokrácia helyreállításának, és véleményük szerint elegendő-e egy egyszeri többséggel megnyert választás? Jó kérdés. Mondjak valamit kezdetnek, hogy Nick? Miklós, nyugodtan, egy rövid... Vigyázzak, mert erről túl sokat gondolok. De túl sokat gondolkodom erről. Még az előző kérdéshez is ugyanez tartozik. Tulajdonképpen a Dérer Miklós azt kérdezi, hogy path dependent-e a társadalom, a magyar társadalom, ki lehet-e ugrani abból a simból, amiben voltunk. Véleményem szerint az igazi magyar identitás, most mondok egy oltárit, Szent István óta tényleg a kompország. Ugye? Ez a nyugat-kelet közötti csúszkálása az országnak semmi más, mint állandó sínváltás. Ha itt tetszik, tehát igenis lehetséges. 89 egy ilyen volt, és én tényleg hiszek abban, hogy az új nemzedék föl fogja találni magát. Egyébként volt az előző évtizedben már nagyon sok diáktüntetés. Volt ugye egy korábbi nagy hulláma volt a diáktüntetéseknek, ami elcsitult, ami aztán a pesszimizmus növelte a magyar társadalomban.
és annak volt egy fantasztikusan jó jelszava, tényleg mindent egyesítő jelszava, amely minden társadalmi rétegnek és minden pártnak és minden elnyomott erőnek a jelszava kéne, hogy legyen, az úgy szólt, hogy semmit rólunk nélkülünk. Semmit rólunk nélkülünk. Én jobb összefogó demokratikus jelszót elképzelni sem tudnék. Konkrétan pedig a második kérdéshez azt mondanám, hogy abszolút lehetséges. Nem tudom, mennyire akar a kérdező konkrét technikákat ehhez, mert kicsit az hosszú ideig tartana. Lehetséges, tehát a kétharmadosság terrorja, ami létrehozta a mai monstrumot, a mai állammonstrumot, az új pártállamot, maffiaállamot, autokráciát, félautokráciát, versengő autokráciát, tessék válogatni a kifejezésekbe. Ez a kétharmadosság, amit aztán tovább pumpált a mai hatalom, és megpróbálja ezzel megörökíteni önmagát, ezt le kell tudni vetkőzni. És hát mondok egy technikát most itt rögtön, elárulom, még azzal is esetleg ötletet adok a Fidesznek, hogy mit takarítson még el az útból. Nevezetesen az ő általuk csinált egypárti alaptörvénynek a harmadik cikkelye. Az egész harmadik cikkely arról szól, hogy mit kell csinálni egy akár csak néhány szavazattal megnyert választás után. Hiszen a kétharmadot nyilvánvalóan nem lehet elérni ebben a választási rendszerben. Miért? Mert úgy van megcsinálva. Nem lehet elérni. Tehát az a harmadik cikkely azt mondja, hogy a hatalom megosztás Magyarország rendszere, első pont. Második pontja azt mondja, hogy tilos bárkinek korlátlan hatalomra törekednie. A harmadik pontja pedig azt mondja a C-cikkelynek, hogy az állam feladata az ezzel kapcsolatos feladatokat végrehajtani. Ezt a hármat összerakom, az van benne, hogy egy új politikai erőnek akár csak 51%-kal a parlamentben ki kell jelentenie, melyek azok a törvényei, paragrafusai, szabályai a most fennálló rendszernek, amelyek korlátlan hatalomra törekvés jegyében, érdekében születtek. És ezeket az államnak teljesen függetlenül attól, hogy ott van egy névlegesen kétharmados alkotmánybíróság, amelyik majd ezügyben zörögni fog, hiszen megtömte a jelenlegi hatalom azt az alkotmánybíróságot, már a kétharmados jelölési procedúrát is fölülírva, tehát pontosan korlátlan hatalomra törekvő módon. Ezt az államnak végre kell hajtania. Ez egy kicsi forradalom lesz, ez egy kicsi rendszerváltás lesz, ez nagy harc lesz. Ebben a harcban minden be lesz vetve, abszolút fel kell készülnie az utcának arra, hogy akár erőszakot is próbálnak majd alkalmazni, vagy provokálni, és még arra is fel kell készülnie, hogy az Európai Unió, amely nagy részben egy buta bürokráciával vált, maga fog hallgatni majd azokra a panaszokra, hogy hát bocsánat, kétharmados törvények vannak, azokat nem lehet átlépni. Ez történt Romániában, amikor Basescuék megpatkolták egy kicsit az alkotmányt, és tulajdonképpen jó irányban próbálta ezt elrehozni a kormány, és akkor Brüsszelnek volt ezzel baja. Mindent összefoglalva, erre kell irányulnia a politikai fantáziának. Ha a politikai fantázia és egyúttal jogi fantázia errefele irányul, akkor megtalálja ezeket, és ehhez egy egyesült és bátor, és hát bizony az utca véleményére, hangulatára támaszkodó kormány kell, nyugodtan nevezhetjük új rendszerváltásnak, nyugodtan nevezhetjük új, jó esetben békés forradalomnak, de enélkül nem fog menni, nincs ingyen demokrácia. Ugye? Nincs ingyen demokrácia. Nem lehet, és most már egy olyan politikai millióben élünk, amelynek a kifejezett célja az, hogy a demokrácia formális szabályaira hivatkozva megakadályozza a demokrácia fő funkciójának a érvényesülését, amelynek a lényege, hogy békésen lehet kormányt váltani. Ez ugye
egy demokráciának egy másik nagyon jó meghatározása, túl azon, hogy semmit rólunk nélkül. Nincs ingyen demokrácia. Köszönjük a hozzászólást. Eszter, akkor visszaadom a szót. Igen, nagyon nehéz, bonyolult kérdéseket tettek fel a közönség soraiból. Nagyon sajnálom a fordítókat, elnézést. Igen, de most már az időnk végére jutottunk, és még Nicknek szeretném megadni a szót, hogy akár a két kérdésre egyben, vagy az egészre valami reakciót, még egy ilyen zárszót, hogyha tudna mondani. Hát egy mondat az identitásról. Csak valahogy divat manapság félni, hogy az ember elveszíti az identitását. Soha nem találkoztam egy magyarról a világon, aki nem lett volna nagyon magyar. Legyen ez Londonban, a kambodzsiai dzsungelben, ahol enci magyar katonákkal találkoztam, akkor szerintem ez nagyon túlzott, ez a félelem a politikai okok, vagy csak természetes okok miatt, hogy az ember elveszíthet az identitása. Valahogy hogy kell váltani egy kormány, ebben nem szeretnék bemenni. Szerintem az fog nyerni a következő, vagy bármelyik választás, hogy mint itt idézném Michael Ignatieff a CEU-tól, aki azt mondta, hogy amikor azt kérdezték tőle, mielőtt rektor lett a CEU-nak, hogy milyen tanácsot adna a magyar ellenzéknek, ő mondta, hogy azt kell figyelni saját maguknak, hogy hol vannak csütörtök estén, és ha akarnak valamit elérni, hol vannak egy csütörtöki este, esik az eső novemberben, öt öreg néni és egy öreg bácsi ül egy faluban, és ha ők nincsenek jelen a magyar falukban vagy kisvárosokban, akkor nem fognak nyerni a következő vagy bármelyik választás, és az ugyanazt mondhatom a Fideszről is, akkor valami pozitív véglegesen szeretnék mondani. Igen, ez azt, hogy nagyon fontos lenne arra a kérdésre, hogy lehet változtatni egy népnek a sorsa. Ha van egy súly a magyar népre, ami lóg rajta, ez az áldozat érzés, legyen ez Trianonról, vagy bármilyen más dolog. Persze, hogy nagyon-nagyon nehéz volt a sors, könnyű nekem mondani, hogy egy olyan boldog névtől érkeztem. De szerintem, ha az emberek nem éreznek, hogy áldozat, hanem hogy képes bármire, akkor képesek lesznek bármire. Ennyi. Nagyon, nagyon köszönjük Nicknek ezt a pozitív és tettre felszólító hozzászólását, záró hozzászólását, és egyúttal szeretném megköszönni az összes panel résztvevőnknek, a közönségnek a részvételt, a közönségnek is az aktív részvételt, a European Federalist szervező csapatának is. És holnap a második rendezvényünk, második és egyben záró rendezvényünk során foglalkozunk majd a demokrácia aktuális kihívásaival, ami holnap délután 4 órakor kezdődik, és erre is várjuk, aki esetleg ráér és eljönne szívesen. Köszönöm szépen, és a feedback formot, vagy visszajelzési formát, hogyha formanyomtatványt, hogyha kitöltik, amit a chatbe betettünk, azt megköszönjük, és lehet csatlakozni hozzánk. Mi civil szervezet vagyunk, és európai értékeket szeretnénk képviselni, és erről szeretnénk beszélgetéseket és mindenféle fórumokat szervezni. Nagyon szépen köszönöm, és akkor ezennel így bezárom a mai beszélgetésünket. Köszönöm szépen. Köszönjük.